Nyilvánosvetítés. Mi ez? Nyilvánosvetítés? Újvári Béla? Varga Vein Zsolt? Humanisect? Na, hagyjál már! Kedves hallgatóink, sziasztok, újra itt vagyunk. Sziasztok. Hello. Hello. A Vein stúdióban van. Miben vagyok? Valaki kérdezte a stúdió, vagy mert annyira jó volt a hangminőséged, mint még soha. Múltkor? Aha. Hát akkor legközelebb onnan fogom tolni. Azt kérlek szépen, egy iMac-nek volt a mikrofonja, szóval ennyit arról, hogy... Na tessék. Ráadásul... Lehet, hogy nekem is ki kéne húznom a podcaster mikrofont, és csak simán az iMac. Nem tartom kezelnek. Nem amúgy, mert amikor onnan hallottunk, az nem volt olyan jó, Béla. Értem, akkor vannak, ugye, fokozatok. Vannak. De hát értem. Tehát a Vein átlag mikrofonja. Igen, szerintem. A Vein-t, ahonnan hallani szoktunk, ahhoz képest az iMac is jobb. Hát ugye volt honnan följönni, ezt én értem, és visszamentünk ugyanazat. Oké. Okay. Na, szóval ez egy rövid adás lesz, az megint másfél órás biztos. Nincsen téma, most tényleg nincs egyébként. Nincs, hogy... Na mindegy. Premierek. Brothers Grimsby. Hát nem tudom, ez... Amit ez... átneveztek sima Grimsby-re. Már világszinten. Aha. Akkor hát teljesen mindegy. Itt nálunk szerencsére jobb, sokkal jobb címet kapott, az agyas és az agyatlan, azt hiszem, hogy tudom, úristen. Nem, valami ilyesmi, nem? Valamilyen teljes gáz cím van neki. Még nem néztem. Hát pedig de, hidd de, valami rettelen. Jó ez? Hát én pont most egy órája olvastam egy olyan kritikát, amiben nagyon lehúzták, hogy a nézőit is hülyének nézi, meg hogy akciófilmrendező nem igazán értett a komédia részhez, és ugye ez egy komédia lenne inkább, amiben van akció is. Szóval ezek nem túl jó, ahogy is mondjam, ajánló levelek. Aha. Az a probléma, hogy pont néztem hogy mondjam, volt az a mutkázó trailer, amikor ilyen first personbe megy az a Action Jack, vagy nem tudom, micsoda a cím. Hardcore Henny. Na ugye, mondtam én. Szóval Action Jack, Jumping Jack Flash, és ez a Brothers Grimsby-nek ez a, vagy a Grimsby-nek az előzetese is ugyanígy kezdődik, ilyen FPS cucca. Igen, igen. Hát úgyhogy talán még nem tudom varakni a moziba, tudod, hogy most ez már az, vagy ez mi, és akkor láttam, hogy ja, ez nem az. Igen, mert ugye az úgy kezdődött, hogy csináltak egy kis filmet, és aztán Kickstarter kampány, vagy ilyesmi volt. Aha. Szóval arról már jó rég hallhattak Hollywoodban, és akkor így, hát lehet, hogy pár akciófilmrendezőnek megtetszett, hogy ez milyen jó, mert azt hiszem valami, igen, most lesz valami járványos film is, amiben szintén ez lesz, hogy bemennek a járvány sújtott a területre, és az FPS nézetben lesz, mert a ruhájukon van a kamera, és akkor mit tudom én, szóval most akkor tényleg rá fogunk unni gyorsan erre a beállításra. Mostantól ezt menni, nem? Tehát most volt a szuperhős film korszak, most az FPS film korszak. Következik. Nem, ez a rángatott kamera új változata szerintem, igen. Aha, értem. Mindegy. Szerintem ez a Grimsby, ez nagyon felejtős, tehát ez még itthon se körülbelül. Egyébként nekem a Sacha Baron Cohen-nek a filmei általában felejtősek, még a sokat által méltatott, mit tudom, ilyen, mi volt Borát, az is számomra egy rettenet volt. Hát szerintem a Borát az ahhoz olyan állapotba kell lenni előtte. A Diktátor szerintem jó volt, de az is eléggé elszállt. De abban voltak olyan poénok, amik itt tényleg ilyen ezt mikor ötlötték ki ezt a fasságot? Tehát az inkább ilyen jaj úristen, ez már annyira elszállt, hogy ez már talán jónak számít. És ennyi. Tehát tudom, hogy az Ali G in the House a nagy, hogy mondjam, a sokak kedvence, és onnantól kezdve imádják a csávót, de én nem annyira. Uh-huh. Vény, te hogy vagy a Borata? Hát, nem feltétlen az én, tehát abban vannak nekem olyan dolgok, amik így még az elpakoltam mosolyodni, de vannak önök is, amelyek ilyen abszolút túlzás nekem, vagy nem tudom, tehát... Igen, az túl van húzva, nem az olyan? Messzenő rohangálnak, meg mit tudom, én nem tudom, ez nekem nem... Amikor a kövér szőrös emberre fetreng az ágyon messze. Igen. Tehát, igen. De aztán futnak is, az tényleg. Nagyon jó, lehet, hát, hogy futnak is. Meg amikor odaszalik a folyosóra, Szóval nem szóval tudom, igen, tehát ezek durva. Ilyen direkt ilyen polgárpukkasztós dolgok. Persze most röhögök rajta, nem tudom miért. Na mindegy. Nem arra van szó, hogy durva vagy nem durva, hanem hogy egyébként a problémám az, hogy azon kívül, hogy nem tudom, tényleg ez ember így valami
nem tudom, hogy elképzel a szituációt, de mondjuk vélig valami társaságba berakja, és akkor ez így háttérben, és akkor ezzel röhögnek azt is, de hogy ezt én magamtól betegyem és megnézem, azt én nem tudom elképzelni ezek mert a dolgok miatt. Tehát, hogy így egyszer láttam, oké, de amúgy... Tehát nincs ez, hogy ú, de néznek egy kis Boratot. Hát az nagyon nincs. De azt is nem, hogy de nézzék egy kis Sacha Baron Cohen, mert az akkor az sincs, persze, de... Hát nem tudom, mindegy. Szóval nem kell. Én nem. De a Human azt mondja, hogy nagyon negatív vagyok, úgyhogy most azt mondom, hogy ez egy tök jó film lesz. Mindenki menjen át vén ajánlására, mindenki menjen, nézze meg. És akkor így, de tényleg így a poszterre, hogy ez egy tök jó film lesz, és alatt a nyilvános vetítés. New York Times helyett. Ja, igen, nyilvános vetítés. Ja, köszi. Hát miért a izét is nagyon ritkán, amúgy én nem értem, hogy miért ilyen ritkán vesznek, és most nem tőlünk, vagy valakit, hanem úgy akár Index kritikából, vagy ilyesmiből. Tehát egy tök aha, fura, hogy a hazai poszterekre nem igazán. Tehát, hol érdekli a magyar embert az, hogy a Wall Street Journal, vagy Journal, mit írt, mindegy rossz rejtem ki, mit írt a XY filmről, tehát vagy a Rolling Stones. Ja, egyébként tényleg poén lenne, hogyha mit tudom én, így visszahallanánk, hogy mit mondtunk róla, tudod, de azért de egyáltalán tényleg ez nagyon... pont, a Wayne azt mondta, ez jó lesz. Tőlem már emeltek ki valami ilyen mondatot, még a Junkie-ról szoktak néha, de tőlem emeltek ki olyat, ami ilyen félig volt pozitív, és akkor csak a pozitív részét emelték ki a mondatnak. A második felét a mondatnak. Igen. Hát ezzel együtt én azzal egyetértek tényleg, most nem is az, hogy minket kiemeljenek, de hogy azokat a sajtóorgánumokat, amiket tényleg nagyon sokan olvasnak, filmkritika ügyileg is adott esetben egyáltalán, éppen rá lehetett tenni egy plakátra, nem tudom, hogy ez miért nincs. Hát ezt nincs, ez egy jó ötlet. Próbáljuk meg ezt bevezetni. Na mi ez az War című dolog? Ez mi ez? Mert hogy Oscar jelölt, értem, de ez hát, gondolom nem valami nagy népszerűségnek örvendő dolog, nem? Hát idegen filmes. Tehát, hogy nem az amerikai filmek között van, hanem az idegen filmes Oscar van jelölve, ahol a Saul fia is. Uh-huh. És hát nem tudom, egy ilyen nagyon szívszorító történet a háborúról, vagyis hogy arról, hogy a katona, aki benne van, milyen felelősséggel bír, és hogy ez milyen hatása van az életére. Uh-huh. Nem tudom, csak úgy ez jó kritikákat kap, bár most azt nézem, hogy IMDb-n 7,1, de én erről kritikusoktól jókat olvastam nagyon, és tényleg, tehát Oscar jelölt, szóval csak úgy gondoltam, említjük meg, hogy azért ezen a héten is jött valami, ami ilyen mélyebb. Jó, megemlítettük meg, ez a Me Before You gondol hasonló kategória, nem? Vagy nem, ez az valami nagyon szarnak tűnik. Ja, akkor nem tudtam, hogy miért rakod be. Azért, mert lesz ez is. Ja, hogy mert lesz. Jó, oké. Általában csak olyanokról beszélünk, aminek értelme is van. Csak hát nem, hát a Emilia Clarke van benne, ugye a Sarah Connor. Azt meg tudjuk, a Game of Thrones Khaleesi, vagy hogy hívják ott? Khaleesi. Yeah. Khaleesi. És hát nem tudom, nekem az volt a meglepő, hogy tök olyan, mint az életre valók, csak hollywoodi színészekkel. Tehát egy ilyen ja meg az ápolónő az itt nő, nem egy férfi ápolja izét, de hogy egy ilyen lebénult férfi felfogadják menni az ápolónőt ez esetben, aki aha, ráébreszti az élet szeretetre, mert ugye a pasi eléggé depressziós, a csaj pedig tele van életkedvel, és akkor ráébreszti az élet szeretetére. Gondolom, hogy szerelem is lesz belőle, de hogy nem tudom, ilyen nagyon ilyen semmilyen filmnek tűnt igazából. Aha, értem. Tipikus romantikus film a heti, aktuális mi? Hát úgy tűnik, hogy a Deadpoolnak, hát talán a Grimsby megszorongathatja, de hogy továbbra is hagyják, hogy a Deadpool karázdálkodjon, mert nem sok újdonság jött, ami ilyen, olyasmi film lenne. De nézd, ez a Me Before You, vagy talán még a Grimsby is jobbnak néz ki, mint a Life on the Line. Na hát, a sajnos azt a trélert nem tudtam megnézni, mert már nem működik nálad, úgyhogy most ezt nem néztem meg, de elhittem, amit írtál. Én nem értem, hogy ezek hogy készülnek el. Tehát, hogy a múltkor beszélgettünk, azt hiszem pont erről, nem? Hogy valakinek a neve, a Kevin Spacey volt abban a macskás filmben, és hogy valakinek a neve az valami minimális szintet kéne, hogy bevállaljon, hogyha már van neve, vagy nem tudom én. És akkor itt meg Sharon Stone, szerintem az még mostanában is volt viszonylag jó filmben, ha nem is nagy szerepet kapott benne. Erre itt nem tudom mit. Tehát az a durva, hogy csinálják ezt a filmet kevés pénzből, gondolom a Sharon Stone csak kicsit, és akkor még itt is valami kis szerepre használják, de most ezt nem is értem.
Az meg, hogy a Travolta megint azt hiszi, hogy van haja. Szóval mindezt borzasztó trükkökkel, és így, tehát hogy próbálják eladni, hogy milyen, tehát nem tűnik annyira veszélyesnek ez a munka. Mindegy. Aha, szóval hogy nem tűnik már eleve izgalmasnak az alapfelvetése, nem? És akkor úgy tesznek végig, mint hogyha életek ezre múlna rajta, hogy ők helyreállítják az áramot. Ez és úgy néz ki, érted, hogyha fölmegy egy csáva és agyon bassza az áram, akkor fölmegy egy másik és megjavítja. Tehát, hogy konkrétan nincs az, hogy akkor hú, csak Józsi értett hozzá, de őt agyon vágta az áram, akkor most mi lesz? Hát tehát, igen, meg... nincs igazán miért mi írjuk, mert mi történhet? Tehát, hogy ilyen valaki ezt föltesz egy villanyoszlopot, tehát akkor kész. De amit kiemelnek, az meg főleg fura, mert ahogy többen írták kommentekbe is, hogy a kórházokban van generátor pont ilyen esetekre. Tehát, hogy műtét közben elmegy az áram, akkor jön a generátor. Tehát, hogy nyilván nem kezdenek el új műtétet, de azt még be tudják fejezni simán. Az IMDb-ben egyébként 7-1-21 szavazottal, úgyhogy szerintem mindenki leszavazott, aki szeretett a filmet. De még a stábból is volt, aki leszavazta ezeket. Igen, igen. Hát fura egyébként, de mondom, hát tényleg nincs a dologban. Én nem tudom, tehát, hogy itt szerintem ezt valami vicces filmnek gondolták, csak aztán valaki rosszul értette, és komolyat forgattak belőle. Mert igen, ha olyasmi lenne, mint a Sharknado, vagy valami, hogy ilyen hogy túl dramatizálják, és már attól vicces, az még úgy elmenne, de ezek komolyan gondolták ezt szerintem. Az a fura az egészben igazából. Hát igen. De most tényleg, hát magában elolvasod a történetét a filmnek, vagy ezt az one-linert, hát tehát egy csapat elektromos mérnök megpróbálja megjavítani a vezetékeket, amit tönkretett egy vihar. Okay. Értem. Tehát Józsi munkában megy. Igen, ez egy film. Igen, tehát egy csapat földmunkás megpróbálja a kágyukat betömni. De ez amúgy, tehát ez így, ebből lehetne normális filmet csinálni, csak akkor ugye családi drámája van, vagy valami. De itt ilyesmi nem nagyon látszik, hanem próbálják magát a munkát beállítani úgy. Tehát ez a fura az egészbe igazából, mert hogy az, hogy valami, mit tudom én, tehát a amerikai szépségben férfi midlife crisisba kerül, és feladja a munkáját, és elmegy dolgozni valami szarab helyre. Tehát most érted? Tehát lehetne bármi belőle. Akár ebből is, hogy kimennek. Tehát a színeosz is nem feltétlenül mutatja be az egész történet, világos. Nem, az a baj, hogy itt bemutatja. És hogy a történet mélységeit inkább. Igen. Tehát igen, azért biztos, hogy ebben is több van, mint egyébként, amit... Hát valami látszik. Családi dráma itt is van, igen, hogy jaj, nem menj fel, mert beléd csap az áram. Tehát... Esetleg beléd csaphat az áram. Ez nagyon veszélyes. Lehetett volna persze, és nyilván lehetett volna ebből valamit csinálni, de egy ilyen semmit sikerült így első ránézésre. Hát pontosan. Ez a fő baj benne vele. És hogy ezt így akár DVD-re kiadják, bár mondjuk a Ovizsaru 2-t is kiadják DVD-n, szóval minden lehetséges. Na most jön a te témád, Béla. Az én témám. Valamikor 1977-ben, egészen pontosan, volt egy Disney mese, és én ezt nem is, tehát mindegy, azt se láttam egyébként, csak tudom, hogy volt, és ami egy film volt, amiben belerajzoltak egy sárkányt. Na most ez a Pete's Dragon volt, és ezt úgy látszik, hogy a Disneynek, ez nem is tudtam, hogy ez már jön, mert hogy ez a most ugye még a Dzsungel könyvére vár mindenki, de már itt van a Peace Dragonnek is a teaser-e, ahogy gyakorlatilag ugyanazt csinálják, tehát van egy film, amiben most viszont bele animálják a sárkányt nagy részt. De még a kisgyerek is úgy ugrál, mint hogy valami Tarzan lenne amúgy némelyik jelenetben. Ja, de még Tarzankodik is, igen, ráadásul. De hát most mindegy, csak gyakorlatilag a Disney ugyanazt csinál, amit mostanában mindig csinál, hogy a régi filmjeiből csinál egy remake-et tényleg filmverzióban, nem rajzfilmverzióban, úgyhogy többet nem is tudok hozzáfűzni, mert igazából nem hozta meg nagyon a kedvem ez a dolog. Ez körülbelül olyan, mint a Big Fucking Giant, amit a múltkor láttunk, hogy oké. Okay. Igen, az is olyan, pedig az Spielberg, nem? De az is olyan, semmilyennek tűnik. És hogy ez is, engem is meglepett, hogy már jött a trailer, meg mit tudom én, meg hogy az eredetit, azt hittem, hogy te láttad, de mert hogy én sem láttam, és jó lett volna, hogyha... Nem, valaki sem, látja. Azért ez régebbi annál. Mert mondjuk nem tudom, mert hát mégis, ha úgy nézzük, a Hóférke még régebbi, és amit tudom, lehet, hogy a Dzsungelkönyve is régebbi ennél a 79-es, nem tudom. Ami engem meglepett, hogy valamelyik
kommentelő, hogy mi ebből szoktunk idézni a haverokkal. Mondom, mi? A Pete's Dragonból? Tényleg? Eredetiből, igen. Hát akkor lehet, hogy ez csak valamiért kimaradt. Én nekem kimaradt több ilyen. Például nem láttam a Robin Hoodot se, az a rókás Robin Hoodot. Meg van még egy pár ilyen, ami ilyen meg az klasszikus. Oroszlán királyt, nem? Azt sem láttad. De, azt láttam. Azt láttam. Szóval vannak, amik kimaradtak azért Disneyből nekem. Itt az ideje pótolni. Nem tudom. De tényleg azért, hogyha annak, tehát szerintem a dzsungelkönyve volt annak idején a Disney-féle ére, tehát a konkrét Walt Disney-féle érának a csúcspontja, én azt gondolom. Aztán... Hát nem tudom, én most ilyen képeket néztem ebből az eredetiből, hát tényleg ott volt egy rajzolt sárkány, de hogy így abszolút elég rosszul néz ki. Igen. Abszolút nem illett életekbe. Tehát jó, de hát akkor még árnyékot is árnyékolták, csak oda rajzolták tényleg. Olyan volt, mint a Good Dinosaur, hogy megnéztem amúgy, nem tudom, hogy te láttad azóta. Még nem. És a tájképek valami gyönyörűek, tehát, hogy ez, tehát láttam egy ilyen screenshot válogatást is belőle, hogy másoknak is feltűnt, és tényleg ilyen háttérképeket lehet belőle csinálni, mert itt olyan, egyszerűen fantasztikus a realista az egész, és akkor feltűnnek a dinoszauruszok. De gondolom, hogy meg fogod nézni szerintem. De nagyon, nagyon fura számomra ez, hogy így nem, hogy mennyire nem illik össze a kettő, és hogy akár lehetett volna jó is, de valahogy mégse, hogy, tehát hogy nem sikerült összetalálni a dizájnt, hogy mi az a rajzfilmesség, ami összeillenne ezzel a reális világgal. Vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ilyen nagyon kilóg, mert igazából lehetne olyat, mert vannak ilyen képek is, hogy mit tudom, valaki Mickey Mouse rajzolt ilyen igazi jelenetekben, és akkor tök mit, vagy Tom és Jerry-t, és itt tök jól néznek ki itt, és nem baj, hogy egy fényképre vannak rárajzolva például. És itt meg valahogy úgy pont nem sikerült eltalálni azt az arányt, amivel illenének a tök realistán megcsinált tájképekhez, ami szerintem igazából, ugye minden Pixar film egy tech demo, de ez most nagyon arról szólt, hogy na, csináljunk valóságos helyszíneket kb. Az Uncharted viszont nem erről szól. Remek, remek játék, azt mondja mindenki. Én utoljára a Amoebával játszottam számítógépen, úgyhogy nem tudnám megmondani, de a Béla kisegít minket. Béla végig játszott az összes eddigi rész szerintem. Sőt, most már elkezdtem a remake-t. Tehát ugye most kijött egy... Hú, mi is a címe? Mindegy, Uncharted átadat. Collection, mit tudom, micsoda, hogy a PS4-re, és föl már újít az összes, igen. És már 60 FPS, és hogy ez milyen jó. Persze, jól néznek ki egyébként. Tehát azért mondjuk PS3-on is eszméletlen jól nézett ki, már a második is, de a harmadik meg még inkább. Most ezeket még kicsit turbóztak, és hát ez is nagyon jól fog kinézni, most mindegy. Igazából nagyon sokat nem tudok mondani, mert az Uncharted-ről már ugye többször beszéltünk, és... Olyan, mint egy film, mit tudom én talán. Olyan, mint egy film, igen, stb. Jó a sztoria, jók a karakterek. Egy jó kis ilyen kalandfilm gyakorlatilag, amit így végigjátszol, és szerintem egyébként ez a Naughty Dog is egyre keményebb már sztoriügyben. Tehát ezt a Last of Us-ra bebizonyították, hogy azért drámát is tudnak, és szerintem az Uncharted 3-ban is érezhető volt ez valamennyire. Itt majd még inkább, tehát már a trailerből látszik, hogy ez még inkább rá fog gyúrni erre a, már a címéből, az alcíméből is ugye egy tolvaj vége gyakorlatilag. Valaki biztos meghal majd, vagy nem tudom, vagy a fene se tudja, de a trailerből is érezni, hogy itt ez egy kicsit azért mélyebb sztori lesz, mint a szokásos. De azért egy kicsit úgy kezdik, hogy jaj, visszavonultál, de mindegy, azért erre az ügyre még elő kell jönnöd. Tehát hát jó. Az azért olyan klasszikus. Ettől függetlenül szerintem ez, tehát látszik rajta, hogy a filmes beállítások meg jelenetek nagyon rendben lesznek, tehát hát tényleg. Ez egy filmhez jött volna ki, és egy-két karakter ugye jobban nézne ki. Már játék szinte jól néznek ki, és ez ugye mind, tehát nem CGI volt, hanem in-game engine videó volt, ez szerintem. Persze. Így néz ki az arcuk, amikor játszol. Konkrétan arra gondolom. Már egyre királyon néznek. De hogy... Én a Béla arcára lennék kíváncsi, amikor játszik. Kire? Egy kicsit nyitva a szám, és folyik a nyálam. Bezzek, ha Dark Souls-szal játszanál, akkor meg kicsit itt van a szád, és kurva ideges vagy, mert már megint meghalt. Hát azzal nem játszom. Ez figyelj, egyszer próbáltam. Melyik ez? Dark Souls, egy ilyen sorozat, amit japánok csinálnak, és ehhez mérten állati nehéz, viszont sok értelme nincs is. Tehát pont a múltkor volt valami ilyen izé, hogy valaki próbálja összegezni, hogy mégis miről szól a Dark Souls. Hogy teljes káosz. Tehát mindegy. Hát én úgy jöttem ki, hogy ez a lényege amúgy.
Mármint úgy értem, hogy, nem egy ilyen erős sztori van benne, hanem csak így része vagy ennek a mitológiai világnak, vagy hogy mondjam, és igen, csomó és dolgot direkt... nem tudod összerakni, hogy mi van itt. Csomó dolgot direkt nem tisztáznak. Azt mondják, hogy deeply rooted mythology, úgyhogy Béla, csak te nem érted, én azt gondolom. Nyilván. Nem, abszolút. Tehát láttam egy ilyen videót, hogy beszélgetnek erről két rajongó, és akkor még ők se értettek teljesen egyet dolgokba, szóval abszolút igaza van a Bélának, csak na mindegy, az a lényeg, hogy baromi nehéz játék, és legalábbis jaj, számomra az, mert én most próbáltam vele, megvettem karácsonykor, próbáltam vele játszani, és... Én az első bossnál feladtam a Dark Souls-ba egyébként. Azt mondják, hogy ez könnyű leverni, de én ami párszor nekifutottam, és pikpak leütött, és azt mondom, jó, hagyjuk ezt. Persze ez. El kell futni, vagy úgy volt, hogy elfutottál, és utána... Én tudom, én már, igen, futkározni kellett meg minden, de itt nem tudtam beleütni, csak 2-3-at, és alig ment le az élete, és akkor meg egyet csapott, aztán meghaltam. Nem. És így gyakorlatilag ott már feladtam ezt a dolgot. Nem én vagyok a mérvadó Dark Souls ügyben, de ez nem az én játékom volt. Úgyhogy. Hát meg ez ilyen... Szóval én értem, hogy ez a sztori része, vagy mit tudom mi, csak tényleg ez így nem szól mindenkinek. Tehát, hogy fontos ez a sok újrakezdés, mert ez is az élményhez tartozik, hoppá. Hát tudod, nekem az kell, hogy szórakoztasson egy játék. Tehát, hogyha csak bosszankodom rajta, akkor inkább nem játszom vele, aztán kész. Hát körülbelül ennyi. Hát minek játszak vele, hogyha csak idegeskedem, nem? Tehát inkább... Abszolút, én azért el se kezdem ezeket. Jó, de hát azért mondjuk az Uncharted nem olyan például. Tehát... Még hogyha nehéz ráállítja az ember, szóval akkor is viszonylag könnyen végigjátszható, de lehet easy-re is állítani, és akkor onnantól kezdve tényleg csak egy ilyen walk. Csak a story. Igen, walk through the story gyakorlatilag. Úgyhogy, és akkor viszont, tehát úgy, mint a múltkor, amiről beszéltünk, ugye ez a, vagy nem beszéltünk a Firewatch-ról? De beszéltünk a Firewatch-ról, és a Firewatch is olyan, hogy szépen végigjátszott a sztorit, nem egy nehéz játék, vagy ilyesmi. Nem is ez a lényege, hogy nehéz legyen, hanem az, hogy élvezz végig a látványt, meg a zenét, meg a hangulatot, aztán kész. Most jó, az átjátod hát, is ilyen, tulajdonképpen. Igen, igen, arra akartam kitérni, hogy egy bizonyos kor fölött már viszont nincs annyira ideje az embernek százszor neki menni egy fő ellenségnek. Na hát ez az, persze, mert hogy az ember még, mit tudom én, 15 éves és iskolába járt, és naponta 6 órája van gamézni, tudod, akkor biztos, hogy ráér, hogy most akkor ezek... Milyen iskolában jártál te? A kutya fáját. Milyen iskolában? Nem korunk iskolájában, az biztos. De akkor az iskolában. Négyig bennülnél. De már ilyen 8 órás napok is vannak simán. Ja, egyébként igen, vannak. Nekem 7 volt a legtöbb, amikor én jártam. Hát már 2 körül otthon volt az ember annak idején, vagy és lehet, hogy nyomni este 10-ig. A leckét. Leckét, persze. Az elkezdtem, szóval már fönn tanultam fél óra múlva, biztos, nagyban. Az Amigám felett. De ez az életre nevelt. Abszolút. Igen. Na mindegy, szóval mint az, ilyen must have egyébként, és azonnal végig kell játszani. Ha valaki PS4-et vesz, akkor Last of Us meg Uncharted. Hát annak idején ugye hallottam, hogy jó az Uncharted, meg mit tudom én, és utána amikor tudtam, hogy én PlayStation-t szeretnék, mert vannak ezek a játékok, nem csak ez, hanem ott még a Journey, meg stb., hogy ezekkel szeretnék játszani, és ezek marhára érdekelnek, de nem tudtam ennél sokkal többet róla. De azóta már ugye végigjátszott, és marhára érdekel a folytatás. Tehát most már ez egy másik szitu, most már be vagyok rántva, úgymond, és ezzel játszani kell, és nem lehet várni még 5 évet ott, hogy majd akkor végigjátszom, ha már odaadják, úgy utána dobják valamelyik boltba. Ja. Na mindegy. Viszont igen, ez a kis film, amit mondtál. Az is az életre készít fel. Azért tényleg marha érdekes a koncepció, hogy így elindul, és azt hiszem, hogy egy ilyen YouTube tudományos videó arról, hogy hogyan... Mit tegyél, mit izéltem. Igen, hogyan kell fogyni. És akkor utána kigyalkul, hogy nem, ez szól valamiről. És szerintem nagyon ügyesen megcsinálták. És a csávó tényleg le is fogyott közben, tehát gondolom nem 2 perc alatt vették föl. Szerintem úgy állt neki, hogy ha már nekiáll, lehet, hogy kitalálta ezt a sztorit, és gondolom le is akart fogyni, és akkor csinálnak ebből akkor egy kis filmet. Ez szerintem valahogy így álltott neki. Mennyivel egyszerűbb, hogyha hízott? Hoppá! Erre is gondoltunk, igen? Ugye? Igen, egyébként tényleg először már ki volt jó, és utána csak kajálni kellett, nem? Hát simán. Egyébként igen. Hát játok, ilyen okos ez a vén.
Ő biztos így csinálná. Hát nézd. Ja. De egyébként a tanulsága... Én ebbe több csavart raknék, mint a holtadik lamba volt, de mindegy. Majd mindjárt elmondhatod. De hogy ez a... Hogy mondjam, a tanulsága az, amiket egyébként nagyon sok honnan mindenfelől hallani, ezt gyakorlatilag Will Smith is beszélt róla, stb., hogy ugye nem az a lényeg, hogy most itt tudom én azt lásd magad előtt, hogy te le akarsz fogyni 40 kilót, hanem arról, hogy Will Smith mondta, hogy tudom, gyerekkorában egy falat mondta az apjuk, hogy most itt fölépítenek újra egy mit a hosszú fal, és mondták, ez ki van zárva, hát hatalmas, hozzá nem fogja tudni fölépíteni. De igen, minden nap kimentek, és akkor leraktak egy-egy kockát, egy téglát, mit tudom, és a többi, és pakolták az utcát, és bizony nyár végére készen lett a fal. Tehát, hogy ez is ugye erről szól, hogy nem azt kell nézni, hogy majd le leszek fogyva 40 kilót, hanem hogy minden nap ott legyél, és azt a téglát oda tedd a helyére, vagyis hát letekeld a kilométert. Akarja az életeden igazából. Hát jó, de gyakorlatilag ez, hogy minden nap menjél és csináld. És hogyha minden nap megcsináltad, akkor azt fogod észrevenni egy év múlva, hogy bizony volt eredménye. Tehát kb. Ennyi. És addigra már az a normális, és hiányzik a kérdésállat. De majd mindjárt megtámad minket valaki, hogy jaj, hát igazából az nem is jó, ha minden nap mész, mert az izmaidnak az nem jó, és akkor minden másnap kell menni inkább. Nem is ez a lényeg az egésznek. Ja, na mindegy, szóval akkor menjen minden másnap. Tanulságos az a lényeg, úgyhogy hónaptól én is nekiállok edzeni. Téglát rakni. Mindig hónaptól. Meg gőzölt zöldséget enni. Mint a hitel a kocsmába. Ja. Aztán a végére még van ez a hír, hogy mégis lesz Pacific Rim 2. Ez a nagy robotok harcoltak. Az első vélemény ugye mindig az ellene, hogy jaj, a Transformers filmeket mindenki utálja, ezt meg mindenki szereti, nem is értem, hogy miért, blablabla. Azért én például nem szerettem annyira, de jobb, mint a Transformers filmek még így is. De az első Transformers hát, az első Transformers nem volt rossz. Az első Transformers az vállalható. De egyébként a Pacific Rim-et én kifejezetten kedvelem, én azóta már láttam még egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer. Szóval én így én vagyok vele, mert nem akar több lenni annál, mint ami. Azt jó, de gondolom, gyakorlatilag nem is nagyon szól semmiről, nem? Hát nem, bizonyos értelemben nem szól semmiről. Hát most nincsen benne hatalmas nagy dolog, de mondom, de nem akar több lenni ennél a dolognál. Tehát, jó, ebben mondjuk igazad van, de mondjuk nem... Hát a Transformers-re akar több lenni, szerintem, és még ezt sem sikerül neki. Igazából, hát tudjuk, miről szól, arról szól, hogy jönnek valami másik dimenzióból valami nyúnyák, és akkor de azokat le kell csapni. Hát most. Egyébként abban nincs igazat, Human, hogy az a baj a Transformers-hez, hogy igenis több akart lenni, mint ami tudott. Tehát, hogy a Transformers-nek nincsenek olyan mélységei, hogy abból olyan sztorikat akarjanak kihozni, hogy már 8. epizód, és most még berendelték a másik 3-at. Szóval, hogy megcsinálták az elsőt, és szerintem a Transformers-ban nagyjából ennyi volt. Még a másodikból ki lehetett volna hozni valamit, vagy nem tudom, de nem kell ezt erőltetni. Tehát, hát szerintem lenne benne több, amúgy csak azt meg pont nem vállalják be, például, hogy csak a robotok vannak a bolygójukon. Az tök érdekes lenne, és azt tényleg? Nagyon sok rajongó szeretné. De miért lenne az érdekes? Hát mert eredetileg az volt, ugye? Na jó, de ez egy csupa CGI mesefilm lenne akkor onnantól. Hát, tehát a Transformers rajzfilmben ez van? Nem az emberei szereplők a lényeg. Én nem tudom, a Transformers rajzfilmben szerintem mindig voltak emberek. Lehet, hogy rossz, az olyan részeket láttam. Nem, dehogy, nincsenek. Nem mindegyikben. Abszolút nem. Szerint. Én csak egy párat láttam, de abban egy darab ember nem volt. Tényleg? Annak idején ezek csak egymással harcoltak át. Akkor miért autók voltak? Hát mert így voltak megkülönböztetve, okay. Értetem. Akkor bocsánat, én már lehet, hogy kaverem a kettőt, már a filmet, meg a régizét, de jó, lehet, hogy igazatok van, de mondjuk engem tehát például valamiért nem érdekelne az autobotok, meg a Decepticonok mit csinálnak a bolygókon. De hát nem is téged céloznának meg vele, gondolom. Tehát az hanem azt, aki ismeri ezt a franchise-t valamennyire. Akik a... Megkedveli, vagy hogy mondjam, aki nem csak a filmeket lát. Tini Ninja Technőcöket is nézik, nem azokat. Például. Hát, mindegy... ott se értettem, hogy miért mennek annyira szembe a régi dologgal, most azt értem, hogy nektek miért nem tetszett, de hogy akkor miért nem olyat csinálnak, ami legalább azoknak tetszik, akik ismerik. Tehát mert így a kettő között leültek a semmibe. És a második rész az jobb lesz. Például fura is, hogy B a producer, meg mit tudom mi, és ott mégis képregényhűbb lesz a második rész, míg a Transformers-nél már négy rész óta nem sikerül képregényhűbbet csinálni. Nem, én azt akartam csak mondani, hogy viszont a Pacific Rim-nél még egy második rész
akár jó is lehet. Tehát ez a most akkor jönnek, megbosszulják, vagy nem tudom, mit csinálnak, vagy megint próbálkoznak, vagy akár. Szóval ebből még valamit meg lehetne próbálni kihozni. Nem kell túl nagyot, de ki, lehet kanyarítani ebből valamit, hogyha akarnak, azt gondolom. Uh-huh. Amit én abszolút nem értek, hogy miért ezt a Stephen S. The Knight-ot bízzák meg ezzel a dologgal. Tehát, hogy gondolom, ti nem láttátok a Daredevil-t, de... Mit a régi szóval filmet? Daredevil... Vagy miről beszélünk? A sorozatot. Ja, a mert ez a sorozatnak nem a volt... Sorozatnak volt a showrunnerje, ami az azt jelenti, hogy ő felügyelt mindent kb. A sorozatnál, és egyrészt rendezett is, de az abban az akciójelenetek nem voltak túl jók. Tehát, hogy a finálét rendezte, ha valaki, nem tudom, így beugrik neki, és csak nem tudta, hogy pont ő rendezte. De hogy a sorozatban mondjuk van kettő tényleg emlékezetes akciójelenet, egyik sem a fináléból. Tehát, egyébként ez egy marha érdekes kérdés, hogy hogy döntik el ezek a stúdiók, hogy ki rendezzen egy filmet. Tehát, hogy egy normális rendezők, azok már nem érnek rá. De mi az, hogy normális rendezők? Tehát mindenkinek kell kezdeni valahol a dolgokat. Szóval, na jó, de hogyha ő rendezett Mike-e dolgot, és mondjuk az nem lett jó, mert ugye láttunk már pár ilyet. Most Taken 2, 3, stb. Tehát, hogy így... a Megaton a legnagyobb példa igen. Erre, hogy nem tudom, miért bízzák. De nem az egyetlen. De nem az egyetlen. Tehát, hogy láttunk már ilyet, hogy rendezett valamit, ami tök szar volt, és akkor ehhez képest megbízzák újabb nagy projektekkel, vagy még nagyobb projektekkel. De miért? Tehát, hogy nincs más rendező, akik közül választhatnának. Ja, hogy így érted, hogy akikor már tudjuk, hogy jó, de igen, jó, vagy legalább ismeretlen hát érte, és akkor adjunk neki lehetőséget. Dolog, érted. De egy olyan, aki tudjuk, hogy szar csinált, akkor miért adunk neki egy nagy projektet? Hát mert hogy tanult a szarból, és akkor most jobb lesz. Mert amúgy elvileg így lenne a dolog, de páran úgy tűnik képtelenek tanulni abból, hogy szar csináltak. Aha. Tehát például hát, a Megaton megcsinálta a Taken 2-3-at most legutoljára, az is lehet, hogy volt valami opciója a dologra, vagy eleve kettőre szerződött le, vagy mit tudom én. Tehát tököm, ugye ettől még kirúghatták volna persze, de szóval nem biztos, hogy vannak mindenféle dílek a háttérben, kikinek a jó barátja, ismerőse, hát kedves. Kikinek az ismerőse. Így van, tehát ez meg ugye nyilván, tehát hogy biztos készítenek próbafelvételt, vagy storyboardok fölött beszélgetnek ezekkel a rendezőkkel, hogy mi az elképzelése, hogy kéne csinálni ezt vagy azt, ő hogy csinálná meg. Tehát azért nyilván nem csak hasra ütnek, és például ez a csávó, ez még nem rendezett filmet, csak hogy fura, hogy a Daredevilből, tehát biztos valamivel meggyőzte Del Toroékat, csak fura volt látni, hogy a Daredevilben pont nem ő nevéhez fűződnek azok, amikre esetleg felfigyelnének. Tehát például ott volt a True Detective első évada, és abban van az a 6 perces vágatlan jelenet, és puff, fel is figyeltek a csávóra, aki rendezte. Tehát az is más, hogy azután kapsz esélyt, míg mondjuk a Daredevilben is van egy tök jó vágás nélküli jelenet, és mégse az a rendező kap most majd esélyt. Hát jó, figyelj, ez nagyon belteljes ez a szakma, és ennyi nehéz igazából érvényesülni, tehát. Hát meg tehát gondolom az is közrejátszik, hogyha tudják, hogy legalább a középszintet tudod hozni, akkor inkább téged választanak, mint egy ismeretlent, akiről nem tudják, hogy hozzá a középszintet, vagy nem. És igazából ez az egyik nagy hiba szerintem Hollywoodban, mert ott vannak az ilyen, hogy is mondjam, akiknek szívügye egy-két film, és utána megrendezik, és van, amikor ez bejön, tehát például a legutóbb a Deadpool most egy hatalmas siker lett, és csak azért, mert a rendező, az első rendezése viszont annyira szívügye volt a dolog, hogy ez látszik is a művön, a készterméken. Közben azt jutott eszembe, hogy tudjátok, hogy hívjátok a Gerelyhajítók városát? Jaj. Nem. Daredevil. Jaj. Ez látszik, hogy apuka vagy? Vagy ezt szokták a Deadpoolnak hívni. Daredevil, szerintem nagyon jó. Na, szóval... Úristen, viszont a kommentben lehet megjegyzést fizetni. Valószínűleg. Mit akarok mondani, hogy ugye a Deadpoolnak is ugye mondják, hogy a második része is ilyen alacsony büdzsével fog rendelkezni, tehát szándékosan alacsony, hogy... Jó, ez azért a Ryan Reynolds biztos több pénzt kap, valószínűleg a rendező is több pénzt fog kapni, szóval azért viszonylag alacsony, azt szerintem azt jelenti, hogy 58 helyett mondjuk 110, tehát... Ja, és akkor csak lesz pénz azért nagyobb trükkökre, meg azért, ami valószínűleg egyébként, tehát most csak, hogy a feelinget akarják hasonlóan tartani, gondolom, tehát nem lesznek benne, ahogy írták, úgy tudom, ilyen idegen civilizációk, akik megtámadják a Földet, és akkor hatalmaság. Igen, tehát az jó, hogy ilyen szempontból akarják őket valamennyire visszafogni, hogy ne szálljanak el teljesen, de azért
az is, tehát, hogy azért is jött ki olcsón az első, mert egy csomó dolgot biztos olcsón, meg a szíveségeket beváltva, meg ilyenekkel készültek el ezek, nem? Tehát, mint mondjuk ott volt a Walking Dead második évadja, egy csomó színész azért vállalta el nagyon-nagyon olcsón, mert Frank Darabont meggyőzte őket, és ők Frankkel akartak dolgozni. Aztán kirúgták a Franket a felénél, és hoppá. Tehát, hogy össze lehet hozni olcsón ilyen szeretett projekteket, csak aztán a folytatása, akkor már azért már fizetni kell egy kicsit jobban, mert akkor most már azok, akik azok akkor jó szándékkal, meg olcsón, meg mit tudom én segítettek, azok most már lehet, hogy azt akarják majd, hogy na akkor most már viszont akkor normál áron dolgozzunk, ha összehoztuk együtt az előző részt. Na, szóval gyerekek, nem is néztünk Vényt semmit, ki a Vényt, de ő se a legújabb filmeket nézte. Nem, én amiről most beszélnék röviden, az a Holtod Illan című darab, ami hát... Röviden, mi a Bélával értettünk? A Bélával értettétek, de már nem emlékszem, hogy miért, úgyhogy majd mindjárt mondjátok, hogy miért. Igazából az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha a film szempontjából nézzük a dolgot, akkor nem volt rossz, csak én azt gondolom, hogy maga nem tudom, a regény miért, azt nem olvastam, de gyanítom meg, amennyire utána néztem, nem annyira tér el a film a regénytől, már történetében. Az viszont szerintem valami botrányosan pocsék. Tehát, és ez nekem tönkretette a filmet is. Tehát, hogy így igazából, ha a Fincher valamit alakított volna rajta, akkor lehetett volna ez egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy igen, ez így rendben van. Mondom, nem, tényleg nem a filme volt a baj, hanem egyszerűen annyi, hogy ez a sztori, hát gyerekek, ez szerintem méltatlan ahhoz, hogy egy ilyen Fincher ebből csináljon valamit. Ha ő szerette, ha ti éltetitek meg, ha egyáltalán, tehát... Ugye, tehát, hogy a csavar volt kevés, vagy mire gondolsz? Hát igen, is, meg így, tehát hát először is 30 kilométerről látszik, hogy nem a csávó tüntette el. Hát nyilván, különben az elég uncsi. Bár, hogyha mégis kiderül a végére, hogy mégis ő volt, akkor... Mindegy, hogy uncsi vagy nem, egyszerűen egyértelmű már a legelején, vagy ha nem is az első percben, de a 80 vagy a 8-ban már. Mert egyszerűen vannak olyan jelenetek a filmben, ezt még megoldottam volna egyébként a Fincher, mert vannak olyan jelenetek, amikor a csávó abszolút nincs olyan szituációban, valaki fele szerepet kéne fölvegyen, és mégis látszik rajta, hogy fogalma nincs, hogy mi történik. Tehát az meg nincs akkor, hogyha ő tett erről valamit. Ez az egyik része. A másik, hogy a közepe fele úgy, tehát ez nem olyan lehet rossz. Lehet, és akkor nem tudja, tudod, hogy mit történik. Jó, sok minden lehet, de nem ez van a végén egyébként, tehát, de ott nekem teljesen egyértelmű, hogy nem ő volt. De a lényeg az, hogy a közepe az még elfogadható, azt gondolom, aztán az, hogy a filmnek nagyjából tényleg a közepe utáni kicsi, ugye kiderül, hogy tulajdonképpen mi a csavar, és onnantól kezdve meg szerintem mutatóan pocsék. Tehát az meg egy ilyen összecsapott valami a végén, amikor már az volt, hogy így, jó, most eljutottunk eddig most a szituációt. De nem is az, hogy csináljuk durvát, hát akár, de a másik, hogy fogalma nem volt szegény írónak hölgy ez, ugye talán, hogy ezt most hova akarja kivinni ezt a sztorit. Tehát, hogy így volt valami alapötlet, mondom, és egyszerűen kész, és akkor csak itt pislogtunk, érted, hogy mi van? Tehát a vége az meg kifejezetten botrányos. Sean Ross. Tehát, de nem a Fincher miatt, tehát én azt gondolom, hogy ő hozza azt, amit ő szok. Szóval ez ilyen Fincheres, ezzel a részével nincsen baj. A színészek is jók, meg mit tudom én. Nincsen ezzel. Szóval, hogy mondjam, nem önmagában ez, hanem szerintem az alapanyag volt olyan, amiből igazán élvezhető filmet emiatt számomra legalábbis nem tudtak csinálni. Tehát egyszerűen olyan dolgok vannak benne, mondom, főleg a vége fele, ami tudod, úgy voltunk vele, hogy na most akkor itt, tudod, mit tudom, most akkor, na most ez volt a csavar, mondjuk így, de messziről lehetett látni, hogy valamilyen sem. De nyilván azt nem tudtad, hogy a nő pontosan miért csinálja, vagy akármi, de oké. És akkor jó. Tehát mondom, itt vagyunk a fenénél, hát valami csak lesz, tudod. Tehát nem. Tehát és akkor, tehát ami lett, az meg szerintem na mindegy, fura volt. Nem, de ezt, tudom, hogy ezt sokan éltették, meg ti is azt mondtátok, hogy tök jó volt. Nem tudom, hogy ha emlékeztek még, hogy ti miért gondoltátok azt, vagy mi az, amit én rosszul gondolok, vagy látok, azt megköszönöm, ha felvilágosítottam. Nem tudom, már most, hogy így meséled, igazából tényleg ilyen volt, hogy egy darabig ugye
Én azt gondolom, hogy egy darabig azt gondolom, tehát, hogy nem tudod eldönteni, hogy a srác vagy nem a srác. Persze gondoltad, hogy nem a srác, mert nyilván nem a srác, de ugye hát mit tudom én, Trónok harca óta tudjuk, hogy ugye nem mindig az történik a jó fiú valamit szeretnénk, tehát lehet, hogy mégis ő volt, vagy mit akármi is történhet itt még, úgyhogy lehet, hogy több csavar van, mert az ember gondolja. De aztán kiderül, hogy nincsen benne tényleg több csavar, értelem még azért gondolkozz rajta, hogy esetleg mit tudom, mégis eltűnt a csaj, csak nem a srác volt, hanem valami más ügyből fogva tűnt el, ugye, és akkor persze kiderül, hogy nem az egész mögött, tehát most aki nem látta, annak spoiler, de hát most már régi film, hogy akkor kiderül az egész mögött a csaj állt, és akkor tényleg ez mondjuk a kétharmadának, a film kétharmadánál van talán, vagy nem is tudom, ahol ez kiderül. Hát olyasmi, és onnantól kezdve viszont ilyen teljesen átmegy ilyen üzébe, hogy ilyen teljesen furcsa megoldásokat próbál alkalmazni a sztoriban, hogy a végére érjen gyakorlatilag tényleg. Tehát ebben valahol igazad van egyébként. Olyan meglepő dolgokat hát, művelnek onnantól, ami hát minimum furcsa megoldás. És a másik, tehát, de tudod, amikor a csaj hazamegy utána, hát tehát ez, és akkor kész most, akkor leéli az életét a csaj, nem is ez a vége, érted, hogy akkor... De hogy? Tudod, és miért? Tehát, hogy egyébként tehát mi az, hogy nem hagyhatja ott azért, mert nem tudom én gyerek, és akkor mi van? Váltak már emberek. Tehát, hogy... Na mindegy, de nem is ez fura. Tehát önmagában az sem lenne baj, hogy a csávó volt, vagy nem a csávó volt, hanem egy ilyen összecsapott lapos valami lesz a végére. Vagy hát nem is az, hogy lapos, hanem ilyen fura. Tehát, hogy így... Na mindegy, tehát hogy én többet, megmondom őszintén, én többet vártam ettől a dologtól, mint amit a végén történet szempontjából nyújtani tudott. Sajnos. Pedig szerettem volna, hogyha ez jó, őszintén. Meg úgy is ültem le, hogy na, most akkor, nem is tudom, hogy annó miért nem nézzük meg, de mondom ezt most akkor, ez tök jó, mindenki szerette, hát mondom, ez legalább lesz valami hasznos dolog. És akkor itt oda egyre nagyobbakat pislogtunk. Tehát, hogy mi van? Szóval fura. Human? Hát, felnőtt thriller. De amennyiben felnőtt? Hát, nem tudom, még nőhetett volna az a baj, mert nem emlékszem a részletekre pontosan, de szerintem volt értelme, hogy miért maradtak együtt a végén. Ha jól emlékszem, olyasmivel függött össze, hogy mind a ketten végre önmagukat adták a kapcsolatban, és elfogadták egymást, vagy valami ilyesmi volt. Én nem emlékszem ilyenre, de... A csaj kihozta a pasiból végre az igazi... A tévéadás, ami a nagy fordulat, vagy hogy mondjam, kettőjük... kapcsolatában talán. Nem is ez a legjobb órán. A csaj azért ment vissza, mert hogy ott őszintén gondolt a csávó, és hát azt gondolt, hogy olyan a csávó, mint amit ő szeretne. A csávót vetített, tehát abban semmi őszinte nem volt. De a csaj pont ezt várta el, hogy vetítsen, és hogy ilyen jól vetítsen. Tehát, de azt értem, hogy a csajnak miért jó, ez csak hogy a csávónak miért jó, azt nem látom, hogy egy pszichopatával él. Tehát az a másik, amit én olvastam többé, hogy hát, hogy akkor itt majd nem is, azt írták valahogy, hogy a Fincher azt nyilatkozta, hogy ettől majd megszaporodnak a válások. Hát persze, hát aki mindenki, aki pszichopatával él, az elrőhetne, hogy el lehetne válni. De azon kívül egyébként mennyiben befolyásolja ez a normális, vagy egy átlagos kapcsolatnak a működését. Szóval abszolút nem ezek a problémák vannak egy átlagos kapcsolatban, hogy a feleség vagy a férj pszichopata. Tehát nem mondom, hogy nem fordul elő, de hát... az csak túlzás nyilván, hogy pszichopata, de hogy. Az biztos, hogy aki leül, ez olyan, mint hogy sokan nem értik, hogy mit tudom én, hogy a Fight Club szatíra. Tehát csomóan úgy veszik, hogy ja, nem a munkák vagyunk, micsoda szlogen, mert mit tudom mi. Közben ez egy szatíra. És akkor, tehát, hogy itt is leülne le az átlagnéző, és lehet, hogy nem azokat vonja le, amit a Fincher levonta. Tehát, hogy nem tudta átadni, amit pontosan mondani. Az, hogy mit akar mondani a költő, ezt nem tudjuk minden. Hát jó, csak érted, hogyha ez arról jó, de hogyha azt gondolod, vagy azt sugalmazod, hogy ez a dolog arról akarna szólni, hogy egyébként a idillikusnak tűnő párkapcsolatok egyébként nem annyira idillikusak, az lehetne, hogy szólhatna erről, csak nem erről szól, mert egyébként sehol nem látszik, hogy ez a párkapcsolat idillikus lenne azon a körülbelül az egész játékidőre vetített, mit tudom én, 5 percen, amikor ez egyáltalán fölkerült. Szerintem nem az, hogy idillikus, hanem hogy ki hogy van párkapcsolatban, és hogy viselkedik a párjával, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nyilván nem pszichopata mindenki. Hát ez az, itt valóta ez a sztori. Tehát, hogy úgy nehéz bemutatni egy dolgot, hogyha egyébként a mintául vett dolog az mondjuk egy eléggé szélsőséges példa, mert azért ez a része nem jellemző, tehát
Azt gondolnám egyébként. Nagyon legbis remékedem benne. Hát, hogyha csak úgy simán van, akkor meg nem nézik meg az emberek, hogy, vagy hogy mondjam. Csak hogy én nyilván mondom, nem jött le annyira, hogy mit akart pontosan mondani. De mondjuk a Revolutionary Roadot azt nem nézték meg annyian, mint ezt. Pedig mind a kettő a... hogy is mondjam. Tehát abban nem is voltak pszichopaták, vagy mit tudom mi, és mégis egy kapcsolaton belüli problémákról szólt. Én nem mondom, azt én nem vitatom, hogy ezt többen nézték meg, mint azt. Én csak azt mondom, hogy ettől függetlenül igazából tényleg úgy nem nagyon szólt a vége fele más. Tehát tényleg nekem ez volt a fő, hogy össze lett csapva. Tehát, hogy így nem voltak ott, megint a motivációk másztak el. Tehát ilyen nagyon erőltetett dolgok történtek, hogy ilyen nagyon gyomronvágós vége legyen, ami hát inkább ilyen szemöldök fölhúzósá változott nekem. De hát, mindegy, hát ez ilyen, szóval nincs ez a baj. Az a baj, hogy nem készült több hasonló thriller. Az egy igazából. Probléma, igen. Ugye ahhoz képest, hogy felhozott abban egy nagyon jó verzió. Igen, tehát, hogy ez olyan, mint hogy nekem annó azt mondta egy ismerősöm a Drive után, hogy igen, most éltetünk egy olyan filmet, ami jó film, de azért nem a legjobb. Tehát, hogy csak, hogy olyan a hasonló filmek felhozatala, hogy egyszerűen ez a legjobb most közülük. Hát igen, értelek. Jó, tudom, ezt én is szoktam mondani egy szar, nem tudom, katasztrófa filmre is, amiből még kevesebb van, vagy legalább ennyire kevés. Igen, hogy... megnéztük a San Andreas-t, egy igen, csomó baromságon volt tele, világos. De hát nem volt. Egyszerűen nincs nagyon sokkal jobb. Persze, csak azért egy ilyen... Szóval Finchertől azért többet vár. Egyrészt a Finchertől annyiban többet várnék mindenképpen egyébként, hogy csak olvassam el azt, amit a végén aztán leforgat. Tehát, hogy, vagy megrendez. Tehát, hogy azért tűnjön már föl, hogy ez a dolog nagyon semmilyen a végére, és másik része meg az, hogy bele lehetett volna nyúlni. Hát volt jó néhány film, ahol variáltak ezen a dolgon. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehetett volna tenni. Tehát az egyébként, hogy van egy karaktered, aki éppen csak négy másik karakter, vagy nem tudom, hányan voltak ott, a testvére, meg a rendőr, meg a ügyvéd, meg a nem tudom kicsoda, tudja, hogy egy pszichopatával él együtt, és akkor ez rendben van. Csavukám, oldjad meg. Tehát, hogy így... Érted, ilyen barátok mellett nem kell ellenség, tehát. Mert ott mindenki ráhagyta, tudod. Tehát mondta neki az egyébként rendkívül vicces ügyvéd figura, hogy innentől ezért nyugodtan mindent lehet, csak ne idegesíts föl. Oké, most ki vagyok segítve. Na jó, hát akkor inkább... Ez ilyen, de én őszintén, én szeretnék több ilyen jellegű filmet, csak ennél jobban megírtad. Tehát én tényleg szeretném, hogyha lennének ilyenek. Igazából a másik része meg az, ezt nem néztem meg, hogy ez egyébként anyagilag nem volt siker. De siker. Tehát miért nem készülnek ilyen filmek? Nincs hozzá alapanyag? Vagy gondolom mi? Szerintem igazából... Mert ez gondolom, egy olcsó darab, szóval ez, mit tudom, néhány 10 millióban meg lehet csinálni, nem egy nagy történet. Ezt drága volt viszonylag. Hát viszonylag, most akkor 50 millió volt, jó. Tehát most 61 millió. Jó. Tehát nem egy akkora nagy, és mennyi termet? Hát a USA-ban 167-et. Na, hát most akkor... Hát ez bőve a haszon volt. Szóval, csak a haszonból csinálhatnának kettőt még, és akkor abból az egyik hoz még egyszer ennyit, és kész. A Worldwide-ban hát, benne van az USA is, vagy az csak a többi rész a világnak? A Worldwide az mindegyik. Akkor 369. 369. Ja. Mm-hmm. És tényleg jó lenne, ha... De igazából úgy... az a baj, hogy elvileg a TV-be költözött ez a stílus, meg a sorozatgyilkos a stílus, meg mit tudom én, amiből régen tök jó filmek születtek, mit tudom én, a hetedik, ha már Finchert hoztuk szóba, vagy a Bone Collector, vagy ilyesmik. És most ezek nem készülnek, de igazából ilyen ehhez hasonló thriller nincs tévébe. Nincsen. Szóval hát ilyen a kettő között itt maradunk a semmivel. De mondjuk az akció... Egyrészt ugye elmentünk ebbe a skandináv sztori, és akkor a skandináv amerikásítva. Ez a kettő van, tudod, de... Igen, igen. Azért, hát jó, azok tényleg hasonlítanak egy kicsit, azok a nyomozósok. Oké, de annak az se teljesen ilyen hangulatú, tehát azért... Szóval... Hát és... Meg is fejtettük, hogy bár nekem tetszett nagyon, de azért meg is fejtettük, hogy miért tetszett ennyi embernek szerintem, mert tényleg, tehát hogy kihozol egy thrillert, ami jól van megcsinálva, jó színészekkel,
akkor lehet, hogy van esélyed arra, hogy ha érdekes a premisz. Nekem, figyelj, nekem nem a megnézéssel van a bajom, őszintén, mármint, hogy emberek megnézték. Nekem csak az, hogyha megnézem, akár most megnézem a kritikákat, most, tehát akkor is megnézhetem, hogy milyen kritikák születtek, akkor én nem azt mondom, hogy nekem ebben halál igazam van, és izé, de azért nem mondjuk már azt a dologra, hogy egyébként ez a, az a sztori, ez így, ahogy van, tök jó van megcsinálva. Még akkor, tehát érted, nekem nem az a baj, hogy nincs, hogy sokan nézték meg a filmnek, hogy siker lett, tehát mit zavar az engem? De érted, tehát ha valaki erre azt tudja mondani, hogy ez a sztori, ez igen, klappol le van rakva, és ez tényleg faszán lett megírva, és nem véletlenül bestseller, azzal azért nagyon egyszerűen tudnék vitatkozni, tudod? Tehát, hogy nekem én a kritikában nem csak, mondom, nem Phil oldalról megközelítve a dolgot, de a film, az, hogy a Fincher mit rakott le, meg utána most nem mondom el még egyszer, azzal nem vitatkozom. Csak összességében az egész ad egy érzést a végén, és az, nekem ez mondjuk például azok a kritikák, amiket most direkt még egyszer megnéztem ennek kapcsán, azok abszolút nem jelenítik ezt meg, hogy ilyen a dolog. Hát tehát, amikor szóval egy kicsit azért torzul mindenkinek, amikor épp megnézte a filmet, úgyhogy mondjam, tehát, hogy amikor még benne van a hype-ba. Hát lehet, hogy nekem azért volt tehát, ez, hogy, mit tudom ilyen, én a, nem hype-ba néztem meg, szóval. Az Age of Ultront is csomóan felpontozták, mit tudom én, 9/10-re, meg 8/10-es komoly kritikát is láttam róla, és szóval amikor még úgy benne vagy a hágyba, akkor egy kicsit nehéz világos az kinézni, egyetlen. Nem mindenkinek. Viszont egy biztos, hogy vissza, hogy így utólag azt mondja az ember rá, hogy mondjuk szerintem meg Hangirl az nem az a fajta film, amit úgy újra akarnék nézni. Mondjuk az a fajta, ami szembe jön a tévében, lehet, hogy belenézek, vagy megnézem, de én magam nem valószínű, hogy be fogom rakni, hogy na, nézzük újra meg a Hangirl. Igen, de például a hetedik az meg na nekem teljesen az olyan. Az olyan, én az első Hangirlben nincsen semmi olyan, amiért érdemes lenne még újra nézni többször. De amikor kijöttem a moziból, akkor azt éreztem, hogy ez egy tök, tehát hogy egynek szerintem tök jó élmény volt. Egynek jó, de ez a baj, csak, hogy ezt mondja Vény is, hogy egynek, tehát az viszont kevés, mi olyan filmet szeretnék látni. Nem, hát a Vény az azt mondja, hogy a felétől kezdve már egynek se volt annyira. Akkor 0,6-nak, tudod. Megmondom őszintén, nem, máshogy mondom. A felétől nem volt a dologgal semmi bajom, abban az értelemben, hogy lehetett volna egy jó film. Igazán a végén volt bajom, hogy egyszerűen ide vitték ki a dolgot. Tehát nem az volt ott, hogy ültem a fenén, és akkor onnantól ez azt mondtam, hogy álljunk föl. Nem erről volt szó a fenénél, vagy a kétharmadánál, amikor az volt, hogy jött egy csavar, akkor az volt, hogy na, tök jó, most akkor ezt már tudtuk, amit egyébként is sejtettünk, mi lesz még? Igen. És az, nem az, volt, az volt a bajom, hogy az utolsó harmadban nem, hogy semmi nem volt, hanem tönkretették egy picit azt az egészet, amit addig fölépítettek. Yeah. Tehát nekem ez volt a bajom igazából. Nem tudom, az a Firewatch-sal kapcsolatban mondtam, de gyakorlatilag ezekkel is mindig az a baj, hogy a végét azt nagyon sokan hogy figyel. Az a probléma vele, hogy van egy alapfelvetés, hogy a srác miért megy oda ebbe a munkába, mert menekül az élete elől, ami ugye tele van drámával, és utána ott az erdőbe történnek dolgok, és a kettőnek semmi egy hatása nincsen egymásra. Nincs egy ilyen morális, de azt mondtam, mondtam múltkor, és nincs egy ilyen egy tanulság igen, a végére, amitől ilyen kerek egészé tudna összeállni a dolog. És szerintem itt is nagyjából ez a helyzet, hogy úgy nem áll össze a végére. Tehát várod, hogy majd kikerekedik az egész úgy. És nem. Tehát, és ez egy ilyen hiányérzetet ad az embernek, hogy hiába volt ez jól megcsinálva, meg jók voltak a színészek, meg a mit tudom én, de nem kerek egész. És ettől érzed, tehát ezzel a Firewatch-sal is csak ez a baj, hogy nem érzed úgy, hogy egy örökre szóló élményt adott volna mondjuk sztori szempontjából, mert nincsen benne meg ez a kerek kiteljesedés, úgymond. Na mindegy. Ezért kéne az Oscar 10 évvel később rendezni. Ja, akkor kellett, igen, tehát most a 2006-os filmeket díjaznák most, nem? És akkor mindenki már letisztulta benne a dolog, tudod? Hát akkor sokkal letisztulta benne. Talán 10 az sok, de egyébként 1-2 évben én azért bánnám. De még azt is csinálni lehetne, hogy másik ilyen díjaz műsor, nem, ami az tényleg a 10 évezet, vagy x-évezeti filmeket kezdeni el díjazni, és akkor lehet, hogy akkor a business level csinálni, mint az Oscar volt. Hát figyelj, újra kihozhatjuk a 2000-es évek Oscarját, vagy 2006-ot mondjuk. Kezdjük ezt, kezdjük ezt csinálni. A jövő héten újra osztjuk. És ez copyright egyébként, nem tök ez a trademark. Nem lehet lenyúlni, csak azért, amit elmondtuk. Na jó van. Én is hallottam csak valahol, de amúgy nem, tényleg nem hallottad, ez itt hangzott el először. Oké. És persze, egyébként ez egy jó ötlet, meg kell nézni azt a néhány filmet, ami elővelet, miért 30. Igen. Na ezen elgondolkodunk. Addig is
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok, és majd jövünk megint. Sziasztok! Ciao. Ez jó!